A Hitélet mai műsorában a kárpátaljai református egyház életébe tekinthetnek be. Bemutatjuk a megújult Técsői református templomot. Részt veszünk a főiskolai református ifjúsági gyülekezet lelkészeinek beiktatásán. Majd a zápszonyi hálaadó Isten tiszteleten, amelyen az egyházi épületek felújítását köszönte meg a gyülekezet. Műsorunk végén a Krisz jótékonysági bájára látogatunk. A kárpátaljai Técső 13. századból származó református műemléktemploma, amely párját ritkítóan szép, festett kazettás mennyezetéről ismert, sok viszontagságon ment át. Állapota leromlott. Az elmúlt években magyar kormány támogatással a Rómer Flóris terv keretében a Teleki László alapítvány közreműködésével megújult. A templom külső és belső felújításon esett át. Kicserélték a padokat, megerősítették a tetőszerkezetet. A restaurátorok a szentélyben az utolsó vacsorát ábrázoló középkori freskót tártak fel. 1327-ben épült, meg katolikus volt egy része, és utána hozzáépítődött 1543-ba, és azótától már 500 éves mindjárt, és hát egy 500 éves templomra mindenki vagy büszke lehet, hogy nem mindenkinek van ilyen ősi temploma, mint Técsőnek. A kárpátaljai református egyház püspöke szerint a templom és a szórványban élő magyar közösség megmaradása a szilárd Isten hitnek köszönhető. Ma is van egy közösség, nem könnyű körülmények között egy sok nyelvű néptengerben, határperemen, Felső-Tiszavidéken, mely az élet jeleit hitében hordozza magában. Ez itt a kulcs, ez a titok, és ez a jövő. A sok nehézséget megélt Técsői gyülekezet máig az egyik központja, egyik legfontosabb végvára a kárpátaljai magyarságnak. Tucatjával szenvedték meg az elhurcoltatást, a megaláztatást, a mártiromságot az itteniek, magyarságukért, kereszténységükért. Ez a közösség ma is él, ma is kitart, a vállát egymásnak vetve és a hátát többek között ennek a templomnak a falainak támasztva, küzd a magyarságáért, a kereszténységért, és ezért a kultúráért, amit itt őriz, és amely része az egységes magyar nemzetnek. A háladó Isten tiszteleten résztvevő miniszteri biztos annak a reményének adott hangot, hogy a Técsői református templomban évszázadok múlva is magyarul hangzanak fel az énekek, és magyarul hirdetik majd Isten igéjét. Ünnepélyes keretek között iktatták be a főiskolai református ifjúsági gyülekezet új lelkipásztorait. A II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola diákjai évek óta szervezik meg összejöveteleiket, amelyeken együtt dicsőítenek, imádkoznak. Lelkesedésüket látva az egyházmegye évekkel ezelőtt lelkipásztort is biztosított számukra. Az ifjúsággal Tarackközi Ferenc is sokat foglalkozott, s a Frigy megalakulását is szívügyének tartotta. Mikor befejeztem a teológiát, akkor egy éves ösztöndíjon voltam Németországban, és közben, ahogy ott voltam és írtam a szakdolgozatomat, akkor az akkori Beregszász gyülekezetnek lelkésze meghívott ifjúsági lelkészként, és bár nekem ez már nagyon-nagyon régen, még teológus koromban szívem álma volt, hogy egyszer Beregszászba kerülök, mint ifjúsági lelkész, és ez összetalálkozott az álmommal, tehát így kerültem ide Beregszászba. Ifjúsági lelkészként főleg ez volt a feladatom, az ifjúsággal foglalkozni. Az első lépésekben a városban lévő utcagyerekeket szedtük össze, velük foglalkoztunk, és adódott a következő lépés, hogy nagyon sok diák tanul Beregszászban a főiskolán. Mivel számunkra mindig is fontos volt magának a gyülekezetnek a diákság vezetése, illetve köztük lévő szolgálat, misszió. Utána az akkori lelkész, a bátyám, Tarackközi Gerzson különböző okok miatt itt kell hagyja Kárpátalját, felesége betegsége miatt, és akkor az én nyakamba szakadt, illetve Istentől kaptam magát a Beregszász gyülekezetnek a vezetését. És tehát akkor ott volt a nagy kérdés, hogy igen, de tehát párhuzamosan ez most már nem tud működni, és ekkor
döntöttünk úgy, hogy akkor kérjük az egyház megye közgyűlésétől, hogy legyen egy státusz, hogy hívhassunk egy lelkészt, aki csak ezzel foglalkozik. Így a közgyűlés ezt megszavazta, ennek megfelelően megvolt a státuszunk, mellé rendeltük az anyagi szükséget, illetve elindulhatott a hivatalosan attól kezdve a főiskolai misszió, már volt lelkész. Kacsó Géza annak idején őt hívtuk meg főiskolai lelkészként szolgált. Nagyon áldásos munkát végzett, és tényleg, ha visszaemlékszek, akkor azok az alapok, azok, amik úgy elintották az egészet. Az elmúlt évek során cserélődtek a lelkészek, tehát több éven keresztül Maksai Attila volt itt közöttünk. Ő szintén nagyon-nagyon odaadott szívvel, tehát tényleg nagyon-nagyon csodálatosan végezte a missziót, a szolgálatot. És meg is született az a gondolat, hogy már ne csak misszióként működjön, hanem alapítsunk egy főiskolai gyülekezetet. Így, tehát az ő kezdeményezésére megalapítottuk mint a Beregszászi Református Gyülekezetnek missziói főiskolai gyülekezetét. Presbitériummal rendelkeznek, gondnokkal rendelkeznek, és szervezgetik a saját életüket. Tehát egy gyülekezetben lévő kis gyülekezet, akik élik a mindennapjaikat. Az aktív ifjúsági gyülekezetek mindennapjait pedig a főiskola is támogatja. Az ünnepi istentiszteleten Orosz Ildikó, a főiskola rektora kiemelte, hogy a fiataloknak az életben való boldoguláshoz nem csupán tudásra, de hitre is szükségük van. Főiskolánkon református és görögkatolikus ifjúsági lelkészi gyülekezet is van. Ennek helyt adtunk egyrészt alapításunkból és küldetéstudatunkból indulva, hiszen úgy meggyőződésünk, hogy nem csak hitet, vagy nem csak tudást, hitet is kell adni hozzá, és az embernek fontos, hogy a megszerzett tudást mire használja fel. Mi keresztény-keresztény szellembe szeretnénk a gyerekeket nevelni, ami embertársaink elfogadását és a köztük lévő szeretetet adja. Ezt pedig azt jelenti, hogy a tudomány mellé hitet is kell ragasztani. Hitet pedig csak hiteles emberek tudnak, és remélem, hogy az ifjúsági lelkészeket, az ifjúságot vezető lelkészek, akik maguk is fiatalok, azok ezt a hiteles hitet tovább tudják adni a mi főiskolás hallgatóinknak is. A hitet a Margitics lelkészházas pár próbálja majd terjeszteni a főiskolások között. Nem egyszerű feladatnak ígérkezik Véli Margitics János. A lelkészi elhívást ezelőtt jó sok évvel, több mint 8 évvel ezelőtt kaptam az Istentől ajándékba, és az erről arról szólt, hogy éreztem magamban képességeket, amik az emberekhez közelebb tudnak vinni, és nem tudtam elképzelni jobb felhasználási felületet arra, hogy az Isten dicsőítsen velem, mint hogy lelkészi pályára menjek. Aztán ez egy belső harc volt, de végül így megengedte az Úr, és így kerültem erre a pályára. A teológia 6 évet tart, és az alatt a 6 év alatt ilyen erőltetett hegymenetbe megyünk előre. Minden egyes éven valami új nehézséggel kell szembesülni. Héber, görög, latin, holland, angol, hogyha esetleg egy kis német is bebecsúszik a szakdolgozatírásnál, akkor az ember ilyenekkel is szembesül. Meg azon túl, hogy rengeteg mindent kell tanulni, azt lehet mondani, hogy az egyre erősödő nyomás, ami meg tudja egy kicsit próbálni az embernek a türelmét, mert mindjárt lelkész leszek, de még most nem vagyok lelkész, de mindjárt lelkész leszek. És azt kell mondjam, hogy ha nem az Isten erősítene minket, és nem ő rakná össze azokat a napokat, az hetekké, a heteket hónapokká, hónapokat évekké, akkor nagyon nehéz lenne megmaradni a pályán. De én úgy gondolom, hogy akit ő elindít, annak ad erőt és türelmet ahhoz, hogy kibírja ezt a kicsit pszichés nyomást is, ami ránehezedik az emberre. Milyen kihívással néz most szembe ezen a főiskolai és fiatal gyülekezettel kapcsolatban? Hát a kihívások zöme abból adódik, hogy az évtizedes generációs különbségek, amik eddig ilyen kényelmes 10 évente váltásokkal történtek meg, azok körülbelül éves trendekké formálódnak.
olyannyira messze menően, hogy két hatodik osztály sem hasonlít egymásra, ahogy időben követik egymást, és nyilván az egyetemisták is, mire befejezik az egyetemet, teljesen más trendekkel, teljesen más gondolatokkal vannak megtelve. A mai információs tengerünkben, amiben élünk, az az egyik legfeldolgozhatatlanabb dolog, hogy úgy alakulnak és változnak bennünk fő irányvonalak, és hadd mondjam ezt a szót, hogy trendek, hogy észesen vesszük, hogy már nem az van, ami múlt héten, vagy ami ezelőtt, és ezzel a pörgéssel, ezzel a hatalmas nagy információs túltöltöttséggel a legnehezebb mit kezdeni. Maga az emberanyag az, hál' Istennek, maradt ugyanaz. Az embernek mindig vannak gondjai, az embernek mindig vannak szükségletei, innen közelíthetünk, viszont a témaválasztás az most már egy nem egyszerű feladat, hogy mivel is szólítsunk, mivel is közelítsünk meg diákokat. Margitics Erika a diákokat nyitottnak látja az Istenhitre. A fiatal lelkészek közös munkáját az is segíti, hogy személyiségükkel kiegészítik egymást, ezért mindkettejük a szolgálat más-más területére tud majd koncentrálni. Annyiban könnyűnek mondható ez a szolgálat, hogy a főiskolások, amennyire én észrevettem, elég nyitottak. Tehát nem zárkózottak olyan szempontból, hogy na, vannak kötelező alkalmak, vagy ajánlott, elég hangsúlyosan ajánlott programok, hanem valahol tényleg érdeklődőek, és megvan bennük a motiváció. Az a motiváció, amivel azt tudom mondani, hogy ezzel a motivációval tudunk tovább haladni, és ezzel a motivációval tudunk bármit is elkezdeni, és bármibe is belelépni. És nem mondom azt, hogy minden ötletünk, és minden programajánlatunk, és minden össze fog jönni, és tökéletesen fog működni azért, mert na hát látjuk, valószínűleg ez nem 100%-osan igaz minden egyes alkalomra. Viszont maga az, hogyha megvan a motiváció, megvan a vágyódás, hogy mi az Úr igéje mellett csináljunk bármit, legyen az Isten tisztelet, legyen az ifi, legyen az akár egy mézeskalás sütés, vagy bármi más, hogyha maga a motiváció megvan, és maga az a vágyódás van meg, akkor azt mondom, hogy tudunk valami nagyot alkotni. Úgy gondolom, hogy Jánossal eléggé két különböző személyiség vagyunk, ami olyan szempontból nagyon jó, hogy abszolút fel sem merül bennünk a rivalizálásnak bármilyen motivuma. Azért, mert ő az az ember, aki nagyon ügyesen ki tud állni, és beszélni tud, és jól érzi magát, amikor ott van mindenki előtt. Én inkább a lelki részét, mármint a lelki gondozói részét, a személyes kapcsolatok ápolásának a részét tudom magamra vállalni, és abban érzem magam jobban. És úgy gondolom, valahol ebből épül fel, tehát a személyes kis kapcsolatokból épül fel valahol a nagy egész gyülekezetnek az építménye, mondjuk úgy, és úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ki tudjuk egészíteni egymást, és ez egy nagyon-nagyon jó és áldott dolog, és valahol hiszem, hogy az Úr úgy tervezte, hogy mi így együtt kerüljünk ide, és együtt kerüljünk össze, és éppen ezért a nehézségeit és a könnyűségeit, az ötleteinket meg tudjuk egymással beszélni, és ebben is éppen erősíteni, vagy kiegészíteni egymást. Ebben a szolgálatban. Az ünnepi Isten tiszteleten a lelkészek esküdtettek. Megfogadták azt is, hogy teljes szívvel végzik a főiskolai szolgálatot. Műsorunk további részében az Ápszonyi Egyházközségbe látogatunk, ahol az egyházi épületek felújításáért adott hálát a gyülekezet. Ezt követően a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet jótékonysági báján veszünk részt. Hálaadó Isten tiszteletet tartottak az Ápszonyi Református Egyházközségben. A hívek az ünnepi alkalmon a település egyházi épületeinek felújításáért adtak hálát. A parókiát még 2012-ben kezdte építeni a gyülekezet, s idén került sor az ingatlan külső szigetelésére és vakolására, valamint a gyülekezeti terem teljes felújítására. Először is szeretnék beszélni a gyülekezeti házunk felújításáról, amelyben most is vagyunk. Ez egy nagyon régi ház, amelyben a gyülekezeti alkalmakat már körülbelül 20 éve tartják. Akkor kapta meg a gyülekezet a kolhoztól, vagy annak az utódszervezetétől. A gyülekezet megkapta,
elég romos állapotban volt már, amikor én ide kerültem. Olyan értelemben, hogy persze a gyülekezet mindent, amit tőle telhető megtett, volt a tetőfelújítás, a szobákat is igyekeztek felújítani, de teljes körű felújítás nem volt. Erre Isten kegyelméből az elmúlt évben sikerült sort keríteni, teljes belső felújítás történt, megújult minden rendszer, az energiaellátás, sikerült kiépíteni a fűtésrendszert, nyílászárókat cseréltünk, és minden egyéb, ami ide bele tartozik. Ezen kívül sikerült befejeznünk a parókiát kívülről, egy külső szigeteléssel, vakolással és az erkélyek befejezésével, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk. Parókiát nem felújítottuk, hanem befejeztük, mert azt a gyülekezet 2013-ban kezdte el építeni, abban a reményben, hogy helyt adjon majd egy helyben szolgáló lelkésznek, és ez Isten kegyelméből én lehetek, aminek nagyon örülök, és nagyon kivételes helyzetben érezhetem, úgy gondolom magam, hogy egy új parókia lakója lehetek a feleségemmel, immár a gyermekemmel együtt. A beruházásokat a magyar kormány, az egyházkerület és a hollandiai Édei testvérgyülekezet támogatásából sikerült megvalósítani. Az ünnepi istentiszteletre Édéből is érkeztek vendégek, hiszen a kapcsolat már hosszú évek óta virágzik a két közösség között. Well, that I'm glad to talk about this. It's a little bit long story. Egy kicsit hosszú történet ez. Nekünk, mi Édéből érkeztünk, ami egy hollandiai község, és nekünk van egy testvérgyülekezetünk Erdélyben, Kakasd nevű gyülekezet, és 7 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy ezt a testvéri kapcsolatot szeretnénk egy kicsit kiterjeszteni, úgyhogy megkértük a mi erdélyi testvérgyülekezetünket, hogy ők keressenek számunkra egy harmadik partnert, és ők találták Zápszonyt. Így kezdődött el 6-7 évvel ezelőtt a testvéri kapcsolatunk, így a 3 gyülekezet között. Ez egy nagyon sokrétű kapcsolat. Tavaly nyáron például Zápszonyból voltak fiatalok ott nálunk, Édében, de volt már felnőtt csoport is nálunk, úgyhogy nagyon jól ismerjük a zápszonyi gyülekezetet, az örömeit és a problémáit. Tudtunk a parókia felújításról is, és most, amikor elkészült, akkor meghívtak minket, hogy legyünk részes ennek a hálaadó istentiszteletnek. Az alkalmon Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette az igét. Prédikációjában a hit fontosságáról és a kísértésről beszélt. Igére van szükségünk ahhoz, hogy életben maradjunk. Ez az első dolog. A második, hogy amikor történik egy ilyen nagy ünnepség, megéljük az Isten csodáját, utána mindig jön a kísértő. Azt szokták mondani, hogy a kísértő a leghűségesebb követője Jézusnak, mindig ott van, ahol az Isten megjelenik, az ő evangéliuma él és hat, ott megpróbál keresztbe tenni, valamit elrontani. Nagyon sok ember életében, amikor úgy érzi, hogy a legközelebb van az Istenhez, akkor történik valami csapás. És ilyenkor elbátorodtalanodnak az emberek, kételjeik támadnak, hogy valahogy, hogy jól van-e, valóban így van, valóban így kell hinni, valóban hite ez, ami bennem van. És ezekben a helyzetekben az ige, ami védelmünk, és ezért gondoltam, hogy a parókia és a gyülekezeti ház átadása napján hadd kerüljön az ige a középpontba, mert ezek az épületek azért vannak, hogy a zápszonyi gyülekezeti tagok hallják az Isten igéjét, hogy tanításban legyen részük, hogy az életben eszükbe jusson, amikor kísértésben vannak, hogy az Isten igéje megvéd, jussanak eszükbe az ige versek, amikor a ne lopj parancsolat kapcsán kísértetik, vagy a paráznaság, vagy a hamis tanúskodás, vagy egyszerűen az Istenről való elfeledkezés, a nyugodalom napjának a megtartása. Jusson eszébe az embernek az ige. Ez a templom, a parókia, a gyülekezeti ház, a lelkipásztor azért van, Isten azért adta ennek a közösségnek, hogy ennek a közösségnek a javára legyen. És én hiszem azt, hogy ha imádkoznak a gyülekezeti tagok, imádkozunk azért, hogy eszünkbe jusson az ige, mely fegyver, ami nem támadó eszköz, hanem védekezés, és a legjobb védekezés, akkor nem fognak
erőt venni rajtunk, a különböző kísértések nem fogják a gyülekezetet szétzilálni, a tévtanítások. Akkor ez a közösség megmarad, az Isten dicsőségét hirdeti, és másoknak a javára, az épülésére is lesz. A parókia és a gyülekezeti terem építési munkálataiból az ápszonyi hívek is nagyban kivették részüket. A közös áldozatos munka gyümölcsének az ünnepi alkalmon együtt örültek és adtak hálát. Szeretnék adni egy elmúlt év minden áldásáért. Továbbá már szinte hagyomány, hogy nem telik el év a A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet harmadik alkalommal rendezett jótékonysági bált. A rendezvény egyik fő célja, hogy a szervezetből kinőtt fiatalok találkozhassanak egymással, és kulturált körülmények között jól érezzék magukat. A szervezők a programmal emellett a keresztjén ember egyik fő feladatára, egymás megsegítésére, a jótékonykodásra is szeretnék felhívni a figyelmet. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet harmadik éve rendezi a jótékonysági bálját. Az első bálon egy kicsit a személyemhez kötődve akkor indult az elfelejtve program, és a Kriszt választmánya úgy döntött, hogy ezt fogják támogatni. Aztán a második bálon egy babaszobára gyűjtöttünk szintén ennek a programnak a keretében, és nagyszőlősen ez meg is valósult, körülbelül 2 millió forintból. És most úgy döntött a választmány, hogy az idősebbek felé fordulunk, és a Kárpátaljai Református Egyházon belül működő Beregszázi Öregek Otthonába kötöttünk ki. Itt hagyományosan az elején lelki rész is van, tehát mindig áhítattal kezdünk, és hirdetjük az evangéliumot azoknak, akik eljönnek egy ilyen bálra, és vannak, akik nem járnak templomba, de egy ilyen bálon itt vannak, és itt hallják az evangéliumot. A mai napi újszövetségi igeszakaszból, a Tesszalonikai levélből arról volt szó, hogy fel kell karolnunk az időseket, az erőtleneket, és bíztatni kell a bátortalanokat. A célközönség, akinek szeretnénk gyűjteni, valóban az a réteg Kárpátalján, akik el vannak hagyva, akikről nincsenek lemondva, meg nincsenek elfelejtve, de mégis egészségügyi okok miatt, vagy azért, mert külföldön dolgoznak a gyerekek, az unokák, rákényszerültek, hogy 24 órás felügyeletük legyen, és öregek otthonában kötnek ki. És őróluk nem szabad megfeledkezni, őróluk gondoskodni kell, és szeretném, hogyha az áhítat elérné a célját, hogy valóban érzékenyíteni az embereket erre a témára most is. Továbbá arról is volt szó, hogy jónak lenni jó, és egymáshoz jónak kell lenni, és valóban, még hogyha valaki rossz is velünk, még azzal is meg kell próbálni jónak lenni, mert nem szabad a rosszért rosszal fizetni. Gandhi azt mondta, hogy ha valaki a rosszért rosszal fizet, akkor megvakul az egész világ, mert mindig lesz valaki, aki meg fogja bosszulni azt, amit rajtad elkövettek. És Isten is erre hívja fel a figyelmet a Bibliában, és Pál apostol is ebben a levélben, hogy szeretni kell egymást, és egymás mellett ki kell állni. A mostani alkalommal tehát a 2002-ben indult Beregszászi Református Öregek Otthona számára gyűjtöttek, amelynek jelenleg 37 lakója van. A támogatásból egy konyhát szeretnének építeni a gondozottak helyben történő étkeztetésének megoldására. Nagyon sok fiatal, ugye a fiatalok elmennek, mint a gyermekük, vagy unokák, elmennek a megérhetőség miatt a nagyvilágba dolgozni. És ugye közben az anyuka vagy nagyapa lerobban idehaza, nincs aki gondját viselje, és bizony valakinek gondoskodni kell róla. Ezért hoztuk létre is a Szeretett Otthon, hogy mindenki, azok, akik magukra maradtak, ne érezzék magukat árvául, mi segítőkészként igyekszünk mindent megtenni, hogy az idősek is ne érezzék magukat magukra hagyva. Pillanatnyilag az idősek otthonában egy nagyon kicsike kis konyhánk van, és bizony ugye már nagyon kibővültünk, és nagyon sok a kérelmek,
több mint 100 kérelem van most is beadva hozzánk, hogy akik bekerülnének az idősek otthonába, de viszont már nem tudjuk hova bővíteni, és mert maga a konyha is kicsi, ezt szeretném bővíteni, hogy egy nagyobb, tisztességes konyhát tudjunk, ahol megfelelő szinten tudjunk nekik főzni. Mert idáig behordtuk a diakóni központból, és ez bizony, hogy hozni-vinni nem olyan melegen tudjuk abban a pillanatban, vagyis nem érzik az otthoni szeretet konyhán lévő illatokat, amik főznek, ugye az a vasárnapi ebéd, az a közös ebédnek főleg, ugye nem érződik, ha távolabb főzők. És ott szeretnénk közel az idősek otthon a udvarán ezt megjelteni, ahol mindenki közösen együtt testvéri szeretettel tudjanak ebédelni. Az a mai nap egy ilyen nagyon szép alkalom, egy ilyen jótékonyság estével tudunk segíteni, közösen összefogva, közös segítséggel és egymás termét hordozva, így tudjuk együtt Isten országát építeni. A teltházas jótékonysági bálon a belépőkből és a tombolából befolyt összeg, valamint a kihelyezett persejben összegyűlt adományok jó alapot nyújtanak az otthon konyhájának kialakításához.